Kezdjük. Ez mi az a mikrofonos pohár? Kedves GameStar TV nézők, a mikrofonos pohárral kezdjük a GameStar TV kerekasztal című műsorának júliusi adását. Sok szeretettel köszöntöm a közreműködő kollégákat, Betszektort, Endert, Mazurt és Zero Cool, szigorúan ABC sorrendben. Hoppá, nem volt semmi azért. Ezt előre kikalkuláltam azért. Nagyon azért kemény. Figyeltem. Úgy emlékszem, mindnyájan voltatok a GDF-en. Én mindjártakra emlékszem. Én ott voltam, én csináltam interjúkat többek között Csevat Jerlivel is. Tehát volt... Csevat, jelenleg éppen Csevat ezek szerint. Igen, én mondtam Csevatnak is, de mindig rám szólt Ender, hogy Csevat. De mindig más egyébként. Ő mondta, hogy Csevat. A két éve a Games Convention még Hevatnak mondta saját magát, amikor megismerkedték. Istenem, tudod, a új protko az biztos jó a szere. Tehát Csevat Jerli is kiváló előadást tartotta különböző grafikus engine-ek jelenéről és jövőjéről. Ezenkem a sajátjairól. Hát különböző az az ő grafikus engine-ük jelenlegi és a jövőbeli változata. Tehát ez két különböző grafikus engine. Ennek kapcsán fogunk itt most beszélgetni egy kicsit azokról a témákról, amiket Csevát is említett. Endernek tetszik a mikrofon szaga. De nem is ez a lényeg. Először is, ti mit szóltatok az a kijelentéséhez, hogy a következő generációs grafikus engine-ek ideje 2011-12 körül jön el, és ez várhatóan azért, mert akkor következnek majd, vagy akkor jönnek el az új generációs konzolok is. Teljesen igaza van, ő biztos tudja is, mert hát ő nagy ember, úgyhogy mehetünk. Nekem van egy másik elméletem erre, ő azért mondja ezt, mert reménykedik, hogy addigra lesznek olyan gépek, amin a Crysis már jól fut. És azt akkor majd behozzák az újabb engine-jüket, amin ami majd tök új gépeken minden szaggatni fog, igen, mert igen. Nem látjuk az a nagy kérdés, hogy mit akarnak még kezdeni a mostani Crysis engine-ünkkel, ugye kijött a Crysis az olyan, hát annyira nem lett olyan hű, de nagyon sikeres, úgyhogy valamit meg kéne villantaniuk ezzel a motorral, amin ennyit dolgoztak. Hát most úgy, éppen butítják. Igen, hogy fusson gépeken, igen. Hát nem csak azt, hanem hogy PlayStation-en meg Xbox-on. Illetve azt ígérik, hogy az első kiegészítő, amit készül Magyarországon, a Warhead, az jobban lesz optimalizálva, tehát alacsonyabb lesz a gépigénye. Vagyis addig jobb hardverek kijönnek, amíg az elkészül. Hát nem ezt mondták. És nem ezt mondták, de ugye végül is ez van, mert hát most elég jó végjákat jelentettek be, ami már jobban megy a Crysis. Tehát, hogyha jól értelmezem, amit akartok mondani, hogy azért nem lesz új engine, mert a mostanit butítják még 2-3 éven keresztül. Hát részükről talán, azt, mert... Ez nem jelenti azt, hogy nem dolgoznak előre nyilván, tehát hogy nyilván sok évre elő terveznek, viszont az biztos, hogy nem véletlenül jelentették be, hogy ők most már megszűnnek PC-exkluzív fejlesztő csapatnak lenni, hiszen az igazi pénz számukra a konzolokban. Valószínűleg ennek némi beleszólása volt azért az EA-nak is ebben, én úgy gondolom, hogy... Sátok, ez nem olyan biztos, de... nem olyan biztos, hogy ezt önmaguktól nem döntötték volna. Hát, miután jó lehet, persze. Nagy nehezen nem túl nagy nyerességet hoztak össze a Crysisból. Hát másfél milliót adtak el eddig, az mondjuk PC-n nem olyan rossz. Ti tisztán felhasználói szempontból mennyire voltatok elégedettek a Crysis engine-nel? Nem a játékkal, hanem én abszolút elégedett voltam, és nem láttam. Láttam belőle egyszer egy videót, hogy ilyen. Ja tényleg, meg voltunk is náluk a magyarországi Crysis. Voltunk párszor. Hát én bevallom ezt, hogy akkoriban újítottam gépet, tök örültem neki, hogy fú, milyen királygépen van. Engedd meg, hogy gratuláljon. És akkor beraktam a Crysis-t, akkor majdnem elsírtam magam, mert szaggatott, mint állat. Igen, úgyhogy nem nagyon voltam megegedve a Crysis teljesítményével. Jó, aztán... De Vista alatt játszottál vele, és azzal hát, voltak jó, külön de... gondok. Én is, de nekem... Na jó, hát... most nem akarok villogni. Na, de... Kinek van itt a tuti hozzára? Nekem tetszett, az engem is idegesített a végén, végül is a kulcsjelenet, ugye a legesleg vége, hogy ott le kellett venni 800-600-ra ahhoz, hogy játszható legyen, de egyébként a játék egészen az tökéletesen ment. Tehát mondjuk nekem speciál tetszett, mint effekt orgia, de hát azóta sem töltöttem be, és valószínűleg ez most már így marad. A Warhead-de is ez lesz valószínűleg egyszer. Betölt, végigjátsz. Hát ki tudja, hogyha tényleg lesz benne annyi múlt is újdonság, akkor lehet. Ó, hát
Lehet. Legalább biztos sok van, minden van. Én még akkor is Team Fortress-ezni fogok, bár most éppen letöröltem a Team Fortress-es, mert a szemétjáték töri az egereket, képzeld el. Na, erről meséljetek gyorsan, mielőtt még folytatnánk a grafikus engine-ekkel kapcsolatos dolgok. Hogy csinálja? Hát ez... Hát így megemeli a kezedet, a játék. Tudod, amikor így megölnek, így megemeli a kezedet, és így nagyon gyorsan visszacsapja az asztalra. És ilyen csúnyákat nem mondott veled? Olyanokat, amiket amúgy nevetted, és ilyenkor nem engedett. Ilyenkor már teljesen önkívületi állom. Fűzfán, fűzülő rézongya lát neki. Igen. És néha azt veszed észre, hogy rávertél a voice gombra is, és mindezt átküldted ugyanannak. Ez mi b***? Gyerek az úgy lagol előttem, hogy nem lehet eltalálni. Leugrott középen. Ti meg ne legyetek már ilyen higgadtak, mert ezen b***om fel az agyomat. Társaidnak is. Ugye ezek a szemétjátékok? Egyébként itt a búzsúly kollégák árnyékába megbújva, én azt mondanám, hogy nekem mivel, mint a Crysis megjelenésekor is már elég középkategóriás gép. Mondja kevésbé, ezt, kevésbé bocsánat, hadd tegyek hozzá, most akar venni az úriember egy olyan grafikus kártyát, ami kettő napja jelent meg a piacon, tehát a vegyünk vissza arcunkból kategória. Ez még nincs meg, de ebből szemére megbeszélem, lesz hogy kettőt vegyél, ugye? Azért akarsz kettőt venni, hogy a Crysisnak csak a legvége akadjon, igaz? Igen. Oké. Okay. Szóval az én gyenge közepes gépemen, közepes, gyenge felbontása van, frankon eldöcögött a Crysis. Tehát mondjuk ebből a szempontból én meg voltam vele elégedve, hogy le tudtam annyira butítani, hogy játszható legyen. Nem volt olyan effekt orgia, mint a kollégánál, viszont ez is szerintem nagyon fontos szempont, hogy mekkora spektrumú hardware-es igényt tud kielégíteni. És szerintetek 2011-ig kitart ez a tudás, ami a Crysis motorban most jelenleg van? Oké, butítják konzolra, oké. De mondjuk PC-re... Hát inkább az a nagy kérdés, hogy most jó, hogy azt jelentette be a kedves Tevát, vagy Sevát, hogy 2011-ig nem változik, ugye, nem változnak az engine-ek, nem lesznek újabb forradalmi engine-ek, ugye? De grafikailag, hát, bocsánat, ezt hozzátettem. Grafikailag, mert... most az a nagy kérdés, hogy 2011-ig valóban mások nem fognak olyan engine csinálni, amelyik mondjuk az övét lekörözi, akár technikai tudásban, akár... Mert én azért ezt erősen kétlem, akár még PC is. Hát illetve nem hiszem, mert akkor talán... lesz-e a váltás? Tehát csak ha már ennyire emlegetjük ezt a 2011-et, én meglepődtem egyébként a prezentációjánál, hogy 2011-12 volt odaírva, és ott mondta, hogy ez nagyon kérdőjeles, meg ez nagyon nem hivatalos, de hogy például azt is érdemes megemlíteni, hogy a színfal mögött milyen számogatás megy. Ugye az nem titok, hogy a Microsoft az sürgetné a generációváltást, a PlayStation pedig szeretné, hogy ez minél később következne be. Persze. Úgyhogy ez a 2011, ez nagyon, mert ott például 2010 már szóba került az Xbox fronton, ezek nyilván ilyen kiszivárgott info, vagy ki tudja vagy mi. 40. 361. Igen. Xbox tiszta. Na jó, csak most ne konzolosodjunk el annyira, illetve hogy visszatérünk még az előző témához, hogy vajon addig nem, az a nagy kérdés, hogy vajon addig mások nem fognak a Crysisnál ütősebb engine csinálni? Hát miért ne csinálnának? Hát egy csomó ide el fog tenni. Oké, lehet, hogy lesz valami új csapat, mert próbálkoznak mindig újak, de ha megnézed, ott van mondjuk a Tekröt, de a Tekröt az grafikailag nem dob akkor át, ha megnézed. De van akkor a pénzösszeg? Amennyit eddig láttuk a Tekrötből. De nem, tehát azt a Dzsungának is megmondta, akárhány prezentációjában, hogy itt a technológiája lesz az extra. John Carmack. Ő még élnek? Persze, hát most már az űrből fejlesztünk, tudjuk. De hát ő is megmondta, hogy itt nem az lesz, nem a feltétlenül a vizualizás, mert persze szép lesz, meg tralala, de ők nem a fotorealisztikusságra mennek rá, hanem hogy, ugye amit mondtak, hogy egy pályát egyszerre 40 szerkesztő is kavarhat egy azon időre. Na majd erre is kitérünk a később. Nem ezek azok a droidok, amiket kerestek. Bisogno che controlliate i suoi documenti. Non c'è bisogno che diamo i suoi documenti. Questi non De Gergő felvetett, nem hiszem, hogy másnak megérné, ha a Crytek-nek nem éri meg csúcs hardvereken futó engine-t fejleszteni. Tehát én ebből a szempontból én teljesen elhiszem neki, hogy másra fog grafikai szempontból erre ráveg. Nem tudhatjuk, nem, viszont... De az a 2011 nem annyira messze van azért már, hát mindjárt karácsony. Az nem, de az előbb a konzolos hát nem véletlenül ajándékat is kell venni. Várjál, most, hogy így belegondolok. Mikor megy a nesbe ez a videó? Nem, opám, véletlen, mivel... A
konzolok képezi pillanatnyilag az üvegnyakát. Tehát, hogyha valaki ennél jobbat, grafikailag részletesebbet, profi engine-t fejleszt, az csak PC-n tudja bevetni 2011-ig, vagy amikor jön a generációváltás konzolokon. És az, ami nem éri meg, mert a Crytek-nek se érte meg. Tehát Crytek se véletlenül butítja most a PlayStation-t. Illetve hát, ha megnézed, hogy hát gyakorlatilag hányan veszik meg a ugye az Unreal 3 engine, miközben tisztában van már mindenkivel, mert bejelentetik hivatalosan, készül az Unreal Engine 4. Uh-huh. És most is licenszelik ezerrel, mert tudják, hogy ez most évekig eltart. Tehát érted, most bejelentenek egy játékot, meg a legutoljára azt hiszem a Capcom árult el, hogy licenszelte az Unreal 3 engine-t. Hát nem hiszem, hogy ha most licenszelik az engine-t, akkor mondjuk másfél éven belül ugye megjelenne az a játék, mondjuk két év is, az már 2010 erősen, sőt, az már ugye 2010 nyara. Hát tehát azért már majdnem ott vagyunk, úgyhogy nem olyan vészes az a 11-12. Normális játékfejlesztési ciklus általában másfél-két év minimum. Az, hogy piacra dobnak egy játékot. Leszámítva a Need for Speed-et, amit ugye... Az egy dolog, de hogy másfél-két év, tehát hogyha mi most kezdenénk el fejleszteni Unreal Engine-nel valamit, akkor ez 2010 igen, tehát azért nyara előtt ugye ebből a szempontból nem lehet, de nincs is igény valószínűleg új engine-nál. Most megnézed, oké, csináltak Crytek egy ilyen, amit szerintem tényleg maximumra fölnyomva gyönyörű engine. Kinek kell? Hányan licenszelték? Jó, lehet, hogy most így szidnak a Crytek-esek, mert ők tudják, hogy 42 cég licenszelte, csak még nincs bejelentve. Oké, ezt bocs, srácok. De én meg csak azt látom, hogy mindenki azt érje, hogy igen, licenszeltünk az Unreal Engine-t MMO-hoz, sakjátékhoz, tök mindegy, hogy mihez. És folyamatosan így jön ki. Ott fontos ám a bumba még az a bástya oldalán. És ugyanakkor meg, most csak annyi, az a szomorú, hogy sokan azt mondják, hogy a Crysis-t az igazából az engine miatt készítették, nem a játék miatt. És ehhez képest meg, amit mondtál, az hát igaz, hogy... Hát és senki, nem tudunk is róla, hogy lesz az egész, és azért azt lássuk be, hogy a kijön az ID Tech 5, mondjuk a Rage, mint első játéként, azért az ID-nek van egy kis tapasztalata abba, hogy kell engine-t licenszelni. Hát azért Quake 3-as engine-es játék is volt egy-kettő. Nem olyan sok, csak száz. De azért ismerjük, hogy a Doom-nak már azért nem jött be annyira. Ez tény, de pont ezért ugye nem egy Doom klón lesz a Rage, hanem az űrből kicsit a Doom-ra volt egy elmélet, azt nem tudom, hallottátok-e, hogy állítólag a... Időhúzás? Nem, hogy a vezető játékfejlesztők között sok a klausztrofóbiás, és amikor meglátták a Doom Engine-t, hogy az csak belső terekben játszódik. Ez vicc, de volt egy ilyen elmélet. Jó, de ez egy ilyen, persze. Na jó, de hát mindegy, az nem jött be annyira lehet, éppen a... Volt két terelés, egy ilyen 10 méteres szakaszon, hogy átmehettél két bázis között. Jó, de ha belgondolsz, lehet, hogy rossz is volt az időzítése a Doom Engine-nek, mert akkor már nagyon ott volt az Unreal 3 Engine, azt meg szerették, meg jó volt, meg már akkor licenszelték a Doom idején, és most meg ugye lehet, hogy a Rage vagy az ID Tech 5 Engine meg jókor jön időben, mert nincsen még Unreal Engine 4, a Crytek-nek az engine-jét. Hát nem is most lesz szerintem Unreal Engine 4 az új generációs konzolokon. Jó, bocsánat, Sirius Engine az, de még nem, abban még higgyünk azért, az még lehet. Jó? Ezt licenszelték 6-an. Aztán rájöttek, hogy kéne valami engine-t venni. Meg hát nem tudjuk, hogy mondjuk a Duke Nukem ugye mikor esik át egy újabb engine módosításon. Hát állítólag megjelenik az év vége felé. Persze, azért nem mutatják be az E3-ig. De azt nem mondták, melyik év vége felé. Egyszer volt róla valahol egy screenshot, ilyen 160x100-os. Amin a gyúkban? Vagy a malac? Nem, a gyúk. De ami a legújabb. Az, igen. Ez undorítóan nézett ki. Jaj. Nem, az odaver, az nagyon szép. Ez simán, ez egy Doom 3 volt. Szóval szerintetek az ilyen menő engine-ek, mert most tegyük félre azt, hogy például a magyar fejlesztők is készítenek saját engine-t, lásd Gepard. Vagy a mit tudom én, Stalker engine is egy saját engine. Nem tudom, mi lesz a Gepard, ugye. Na mindegy. Ez egy de más. Gyakorlatilag a három menü engine, a Tech 5, a Unreal Engine 3 és a Crysis engine. Ez a három elég lesz a piacnak az elkövetkezendő 3-4 évben? A játékfejlesztőknek? Ugye, amit Ende is mondott, hogy ez a Sirius Engine is megbukott, az sem volt azért annyira szar, mégse kellett senkinek. Biztos valószínűleg olyan okai voltak, hogy vagy a licenszelési struktúra volt szar, vagy programozás. Pont a GDF-en volt, ott volt ugye Mike Epps is, uh-huh. Ugye a konkurencia, a Epic elnöke, aki az Unreal Engine 3-ról tartott egy előadást, és annak pont az volt a lényeg, hogy hát srácok, itt nem arról van szó, hogy így odaadjuk az engine-t, aztán adunk meg egy 20 oldalas dokumentációt, hogy aztán... meg már elnézést. Tehát
Tehát tartott egy előadást arról, hogy ők hogyan segítik a fejlesztőket. Hát, és ezt nem csinálják. És, igen, ugye, de és ők csinálják. Tehát például náluk nem úgy megy a tesztelés, hogyha mondjuk licenszered az... Nem baj, Hester? Nyugodtan. Hogyha licenszered az Unreal Engine 3-at, nem úgy megy a tesztelés, hogy vegyél fel 10 embert. Lézer, igen, aki... igen, aki teszteli, hanem úgy megy, hogy az elkészült pályákat feltöltöd az Epichez, az Epicnek valahol egy atombunkerben van 60 ezer Xeon szervere, és azok a szerverek játsszák végig rengetegszer azt az adott részt ilyen adott útvonalon, aztán más útvonalon, blablabla, bla, bla, és az egészből csinálják egy ilyen statisztikai fájt, hogy hol van az, ahol szignifikánsan megröccen. Ja, igen, és ezek a szerverek természetesen emulálják az Xbox 360 és PlayStation 3 környezetet, ezt gondolom mondanom sem kell. És miután kijön ez a statisztikai fájl, akkor utána azt az Unreal vagy az Epic saját emberei, saját profi engine ismerő emberei megnézik, és utána készítenek belőle egy dokumentációt, hogy figyelj srácok, azt kell csinálni, hogy itt a hegy alját egy kicsit arrébb húzódott meg, és akkor röccenésmentes lesz, ezt garantáljuk. Magyarán tehát mondjuk, support az fantasztikus. Igen, mondjuk ugyanezt a Cro Team from Horvátország annyira nem tudja. Hívjátok föl, hogy Jakabet, hogyha ízé gázolnak. Igen, de ők ezt nem tudják megadni. A Crytek már inkább, de ilyen rendszerük nekik sincs. De egyébként azért azt se felejtsük el, bocsánat, hogy oké, okay, vannak ezek a main engine-ek, Unreal, Crysis, stb. Például a Ubisoftnak ugye ott van az Assassin's Creed-nek az engine, amit majd a Prince of Persia-hoz fognak felhasználni, meg ugye, hogyha jól tudom, a Far Cry 2-nek is egy saját engine van. Hát és ezekre, és ezek, igen, és ezeket később aztán fel fogják használni a saját címeiket is. Tehát azért vannak ilyen nagyobb, tehát nem olyan, nem kifejezetten engine-re specializált játékok, amelyeknek az engine-et nagyszerűen fel lehet máshoz is használni, és ezek a cégek nem fognak Unreal Engine-t, vagy... Nyilván van egy, kiszámolják, hogy hogy éri meg nekik jobban, hát ők se hülyék, hogyha mondjuk meg tudják oldani olcsóbban, vagy van náluk, van rá keretük, hogy saját programozó csapatot üzemeltet neki, ha az in-house fejlesztésekhez szállítja az engine-t, akkor nyilván nem kell beruházni egy nem két filléres Unreal Engine-be. Én próbáltam Minecraft-ből kiúzni, hogy mennyibe kerül, ha láttátok a GameStar TV-s interjút, hogy mennyibe kerül egy Unreal Engine licensz, de az Isten erre nem voltak ilyen, elárulni. De ennek ilyen millió dolláros méretei hát vannak, meg attól függ, tehát attól is függ, hogy hány évre meg... Tehát az viszont azt nem tudom, tudjátok-e, hogyha licenszeri valaki az Unreal Engine 3-at, akkor amellé megkapja az Unreal Tournament 3-at forrásban. Nem, forrásban. Az nem rossz. Ja, azt hittem egy Ferrari-t. Na, de hogy legyen miből tanulni. De az nem rossz azért egy multi 3 forrásban, lehet, hogy van egy-két... Egy-két okosság, lehet, hogy van benne. Emlegettétek itt a fotorealisztikus megjelenést. Ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsmomentum volt ezekben az előadásokban. Szerintetek mi a fontosabb? Az, hogy a Larának egyre görbébb és nagyobb melle legyen. Ezt az engine-ek még nem tudják. Nipples. És igen, és a nipples. A fotorealisztikus. Age of Conan-on a General Chat-en azért ugye a nipples ez egy a leggyakrabban előforduló szó szerintem. Azon kívül, hogy a Wounded Child Quest still bugged. És ehhez igen, egyébként úgy gondolom, ha fontosságot... Felépett, bocsánat, csak ennyi. Erre akkor a mai engine-ek még nem képesek, hogy eléggé realisztikus mellábrázolást. Tehát ez az Age of Conan-ban elég jó volt. Van még. Van még. Van még kihasználó potenciál. Egyébként annyit megtudtam a GameStar 65. oldalán, az Age of Conan cikkben van ez a mesztelen leányzó. Annyit sikerült kiderítenem, hogy ő egy amerikai pornomodell, de azt, na, hogy hívják, még egyelőre nyomozzák az ügynökeink. Tehát azoknak, akik azt kérdezték tőlünk, hogy kicsoda a hölgy. Hölgy nem norvég, szemben a fejlesztőkkel, hanem amerikai és egy pornószínésznő. Nicole Nipples. Esetleg tudja, kiről van szó. Várj, amúgy egy közrendi kérdés, ha erről a hölgyről lenne bizonyos videó a mellé, jó, igen, ez látjunk tényleg. Teljes játék helyett, ez ja, majd esetleg tudjátok egy gyúrnak. Fotorealisztikus megjelenítés, vagy ezek a fotoeffektek, vagy mi a fontosabb szerintetek az egy jövőbeli engine szempontjából? Csöcs. Az az igazság, hogy engem egyre kevésbé érdekel a fotorealisztikus megjelenítés. Igen. Tehát ahogy közeledünk hozzá, egyre inkább azt várom el, hogy ne fotorealisztikus legyen a megjelenítés, hanem egyfajta legyen valamilyen jellege.
Tehát mondjuk egy Zelda, így van, tehát mondjuk egy World of Warcraft, vagy egy Zelda Wind Waker engem sokkal inkább rabul tud ejteni, mint mondjuk az, hogy hú, itt a dzsungelben már a levelet is arrébb löghetjük, igen. Most a Prince of Persia Prodigy-nál is, egy egészen más, majd ezt a kvázi, hogy is hívják, ezt a rajzszínszerű irányba mennek el. Tehát, nem is lehet azt mondani, hogy minden játék cég meg... Hát de ennek tökéletes példái ezek az új játékok, ez a... Amíg ez Steamből élek, ugye? Audio Surf, meg... Hát a Team Fortress sem a... Nézzük a Battlefield Heroes-t, ugye? Battlefield Heroes, igen, bár azt még nem tudjuk majd, hogy mekkora siker lesz, de... Portál, ugye, az se azért a grafikája miatt, hanem mert nagyon jó pofa. De ennek mi lehet az oka? Tehát, hogyha valaki kilép a normál valóságból, akkor nem akar belépni egy nagyon hasonló álvalóságba. Szerintem inkább az, hogy hozzászoktunk már a jó grafikához, és már nem, tehát nem tudnak olyan igazán nagy ugrásokat már csinálni, mint régen azért a punktól ugye elindultunk, és egyre szebbek lettek. Illetve gondoltuk bele, hogyha minden játék fotorealisztikus lenne, akkor mi lenne köztük a különbség? Hát végső soron akkor minden játéknál ugyanott vagyunk. Tehát gyakorlatilag csak mondjuk az egyik egy dzsungelben, másik nagyvárosban játszik, de igazából nem lesznek egyedi játékos engine-ek, játék-engine-ek, és mindegyik játék ad abszurdum, ugyanúgy fog kinezni. Mondjuk a játék-engine az már eleve tényleg behatárolt. Tehát én például epét hánytam attól, hogy mondjuk egy Gears of War, meg mondjuk egy Unreal Tournament 3 előzetes screenshotot nem tudtam megkülönböztetni. De komolyan. Hát ebben is van valami. Ez egy teljesen meghatároz. Viszont én is azt veszem észre magamon, hogy többre értékelem a sztájlt, mint a fotorealisztikusságot, és az is biztos, hogy a fotorealisztikus grafikának megvannak még a maga határai. Nagyon érdekes volt a Sheva előadásában, megemlített ezt az Uncanny-vel dolgot. Tehát ugye, hogy az emberben mindig van egy ellenérzés a nem természetessel szemben. És ha megnézed a lehető legjobb grafikai minőségben a Crysis-t, akkor a hihetetlenül képes lapszintű beach jelenetek mellett volt előjön a Psycho, vagy a bármelyik karakter, és egyszerűen azért azt már nem hiszed el. Tehát azon látszik. Tényleg a legjobb, amit meg tudod csinálni jelenleg a piacon, a futurisztikusok szempontjából, és mégis nyugodt volna, hogy ez nem igazi, még a tájról nem. És az Arkenivel ez igazából erre ad választ, mondjuk érdekes, hogy ez nem egy mai elmélet, de ez lehet benne, hogy az ember sose fogja azt elfogadni valóságosnak, és pontosan azért, mert ellenérzései vannak vele szemben, nem is igényli. Tehát nem hiszem, hogy a fotorealisztikus mind egyre tökéletesebb, ez lenne az igazi útja a jövő grafikáinak. Igen, egyszer volt is keringett egy időben a neten egy ilyen screenshot, amit egy csávó csinált, hogy kiment Kiskundorozsmán a házok elő az utcára, lefotózta, aztán a képfájra ráírt egy ilyen Health, meg egy Crowbar-t rárajzolt, és akkor Half-Life 3. Igen. De és az se volt jó. De egyébként egy kicsit hasonló dolog ez, mint annak idején ezek az interaktív mozis kalandjátékok, ahol először lőni lehetett az is behány, úgy lőzős. Jött hozzá, hogy fú, ez az való, ez ilyen meg ez, és aztán egy idő után mindenki behány tőle. Tehát és sokkal vágyott inkább a régi pixeles. Hát volt ilyen, hát a valóság unalmas, és volt a videó ment, igen. Uncsi a valóság. Nézd meg a kódnegyet, ami azt valamilyen színe realisztikus, nem annyira részletes az engine, mint a Crysis esetében, és például mikkel játszanak pályák köztem, hogy a fényekkel tudnak teljesen eltérő, ez egyszerűen zseniális, komolyan mondom, ahogy a fényekkel, fényhatásokkal tudnak teljesen más hangulatot kölcsönözni egy pályának, ez nem valósághű. Ez nem valóság, és pontosan attól, hogy átlépnek egy ilyen finom vonat és trükköznek, becsapnak, ettől lesz igazán hatásos. Miért? Hát a Gears of War 2-nek a demóját, amikor néztük a GDF-en, az valóság hű volt. Abszolút nem. A fenéket volt, viszont annyira jól nézett ki, és nagyon egyedi, hatalmas adrenalin löket volt benne. Minden egyes képkocka ki volt találva másodpercen, mikor mi történjen. Ennek kapcsán merül fel bennem az utolsó kérdés, hogy szerintem... Igen, már a kamera is illog. Igen. Már nincs benne szalag. Hogy ezt mondták a Mike Epps is, és mondta a Sevat is, hogy hollywoodizálódik a játékipar nagyon erőteljesen. Tehát nem arról van szó, hogy filmeket dolgoznak fel, hanem filmes szakemberek és filmes módszerek segítségével alakítanak ki vizuális megjelenítéseket. Szerintetek bele fog kerülni ez a játék engine-ekbe is? Hát ez már azért elég sok minden belekerült.
Tehát ő úgy értette, hogy azért olyan effekteket, mint ez az elmosás effektek, meg minden ilyen, mi ez, hogy távolabb, ugye elmosottabb képet látsz meg, ezért, tehát ő ezekre értette, mint effektek, csak ebből van még 100. Igen, ezeket egyre jobban beleteszik. Slide-on, én emlékszem rá, hogy bemutatott különböző effekteket, hogy, igen. Hogy melyik kép kockán, vagy a képnek melyik részén éppen még. Igen, nem is tudod, hogy mit nézel gyakorlatilag, de így, hogy kimerevítve és mondod, hogy itt ez a 10 effekt van, ott ez a 20, így már egy kicsit még érdekesebb volt az egész. De nem hiszem, hogy ez egy bizonyos pont után számít tényleg. Tehát én meg most is mit tudom, néha Tetris ezek, aztán az meg... És nem ilyen 3D is megért. Bumbapolt. De hát mondjuk az a vicces, hogy úgyse fog eszembe jutni, én pedig úgy szeretném. Lesz egy CG... Igen. Diablo 3. Talán az. Szóval lesz egy ilyen full számítógépes animációra épülő film, most készül. Toy Story. Van egy-kettő. Toy Story. Igen. Nem. Ez egy ilyen visszadátumozott videó lesz, mert akkor lehet. Szóval ami... Mire van? Vizipuk 3D? Vuk 4. Elég legyen. És készül belőle a játékváltozat is. És az Voli. Elég. Ah, milyen jó. Na megállj, nyuszika. Nem hagynak. Szóval, az a vicces, hogy a készül ebből játék is. És most először jött rá valami nagy okos, egyébként tényleg okos, hogy ugye rengeteg ilyen filmből készült játék, játékból is készült már film, stb. Most egyszerre készül a kettő, de ugyanazzal az eszköztárral. Tehát ugyanazokat a modelleket használják? Így van. Aha. És hirtelen rájöttek, hogy ez döbbenesen lecsökkent a költségeket is, úgyhogy már ilyen szempontból létezik egészen közvetlen átjárás is a filmipar és a játékipar között. Nyilván ez több, mint hogyha mit tudom én, a Bond játéknál megkapják a screenshot, vagyis a fényképeket a filmből, a helyszínekről, stb. Amit aztán beleépítenek a játékba, de itt közvetlenül azok a modellek, azok a textúrek, amik a CGI filmben felbukkannak, azok már játékban egyenesen átkerülnek. Ti mit gondoltok erről? Nagyon így van. Hát igazából az a nagy kérdés, hogy az, hogy hollywoodi zálódik a játék engine-nek, ez most mennyire... Tehát az, hogy filmes eszközöket használunk, az teljesen rendben van, csak mondjuk azért nem biztos, hogy... Minden játéknál nagyon jó, hogyha minden játék hollywoodizálódik, mert épp úgy, ahogy a hollywoodi filmek egy idő után csömört okoznak. Nem vágyunk szerintem annyira rá, hogy most a játékok is ilyen szintre legyenek. Utolsó gondolatod, Zero? Hát itt ugyanez, hogy szerintem csak azért akarnak hollywoodizálódni, hogy nagyobb hype-okat lehessen csapni, és több bevétel lesz. Körülbelül évente 5 játékot fog érinteni a szerint, véleményem szerint. Minden évben egy GTA-t, ugye, egy valamilyen halót, tök mindegy, Kod, hogy az stratégia, egy Kod 8-9. Szóval, de tényleg, hát ez évi szinten nem hiszem, hogy olyan marha sok játék lenne, aztán meg később majd meglátjuk. Hát remélem, hogy most inkább az ilyen egyszerűbb, de újszerűbb játékok korszaka jön inkább. Hát ebben reménykedjünk, és abban, hogy hamar eljönnek az új grafikus engine-ek, és nem csak 2011-12-ben. Bárki tudja, lehet, hogy akkor már Xbox 361 és felünk lesz. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a GameStar TV kerekasztal júliusi adása. Találkozunk augusztusban. Hello. 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 Na, ott a kamera. Te mit szólsz az, hogy bejelentették a Diablo 3-at? Alapvetően nagyon örülök neki. Másrészt viszont meglehetősen örülök neki. Értem, tök jó. Mit szólsz hozzá? Én teljesen örülök neki, én már itt tudom, hogy mióta azt vártam, hogy az így hogy legyen. Szia, mi a véleményed arról, hogy a Blizzard a Worldwide Invitation-nalon bejelentette a Diablo 3-at? Ez nem igazán dolgozza, szóval ebben kb. Egyetlen egy szó sem volt, amit ismerek. Szerinted mi az a Diablo 3 egyébként? Mire gondolsz? Ez nem egy számítógépes játék? Hoppá! Nagyszerű, és nyertünk! Oké, okay, és szerinted milyen számítógépes játék ez? Gondolom a Michihipuhi. Igen, ütni kell, lőni, basszus, varázsolni, ilyesmi. De köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Egy kérdéssel zavarhatunk? Hol fogják ezt látni? Ezt a GameStar nevű számítógépes játék újságnak a mellékletén. Azt mondom, hogy belülünk csinálják a számítógépes játékot. Nem. Én csak éppen ezért egy... De az a baj, hogy ez így rossz.
inkább szerintem őt kellene kérdezni, hogy én most jöttem haza 3 napja. De ez semmi probléma, ebben az égvilágon is. Meg lehet kérdezni, esetleg nem válasz, nem tudunk válaszolni. Jó, na, de tehát ez... Nem, tökéletes. Tehát a nem válasz is válasz. Jó, tehát a kérdés az, hogy örültek-e a Diablo 3 bejelentésének? A Diablo érted, mit jelent? De az, hogy Diablo 3 szétdobál mindent, vagy mit csinál? Hát szerintetek mi lehet a Diablo 3? Sátán a köbön. Sátán a köbön. Nagyon szépen köszönjük, ez zseniális volt. Egyébként attól félek, hogy ugye most már annyira nem... Tehát itt az első X óra játék után azért akkor a hatalmas dolgot nem fogadni, mint amikor az első két részt toltam, de... Most már azért tudod, hogy nagyjából mire számíts. Igen, igen, igen. Tehát valószínűleg azért olyan hatalmas újdonság nem lesz, viszont mondjuk tehát jó, a trailer jól néz ki, meg végül is az in-game cuccok jók, csak én öregedtem meg. Nem tudom, talán az ember azért ennyi időtávlatából várna egy kicsit többet. Tudtuk, olyan értelemben mondom, hogy többet, hogy valami, legalább egy fikarcnyival több változást már a játékmenetben. Már fikázik, hogy de nem, érted? Tényleg, abszolút nem. Csak az, hogy ugye lehetett tudni előre, sokat beszélgetünk azért erről már akkor, amikor kiderült, hogy a Blizzard valami nagyot be fog most jelenteni, akkor beszélgettünk róla, hogy ha megcsinálják a Diablo 3-ot, akkor milyenre fogják megcsinálni, és valószínű volt, hogy azért nagyon-nagyon durván nem fognak belenyúlni a játékmenetben, ugye nincs is rá szükség. Igen. Illetve, hogy minden tekintetben ugyanaz lesz, mint az előző, csak mondjuk jobban fog kinézni, meg forgatni lehet a kamerát, és eddig tényleg nagyon jól néz ki, nagyon jók az animációk, iszonyatosan jól meg van csinálva, de alapvetően megnézzük, hogy ez meddig tart ki, így van. Szerintem még valamit meg kellene, még valakit meg kellene kérdezni arról, hogy mit szól a Diablo 3 megjelenéséhez. Gyere, kérdezzük meg, jó?